Üdvözlök mindenkit, Kulcsár Zsolt vagyok, és köszönöm szépen a meghívást. A Dobó Mátyás előadása után szeretném egy picit konkrétabb témák felé terelni a szót, és hogy azt gondolom, hogy nagyon jól előkészített a talajt ahhoz, hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy mi van ma a középpontban, egyik központi szolgáltatás, ami lehetővé teszi azt, hogy kapcsolatokat szeretnénk, és hogy a saját kapcsolati hálónkat kibővítsük, és új kommunikációs csatornával bővítsük az eszköztárunkat. Eredetileg igazából e-learninggel foglalkozom, és az e-learningnek egy új irányvonalát próbálnám népszerűsíteni Magyarországon, amit konnektivizmusnak hívnak. És ez a hálózatelméleteknek a webben történő és a számítás technikai platformon történő népszerűsítéséről szól. Magyarországon még kevésbé ismert területről van szó, de remélem, hogy ez hamarosan meg fog változni. Ahhoz, hogy a Twitternek a lényegét egy picit megértsük, ahhoz szükséges néhány alap fogalmat és néhány alap jelenséget körüljárnunk. Néhány évvel ezelőtt, ugye, mint hogy a Dolászkér adásából is láttuk, a blogok megjelenése ugye az egy egészen újfajta kommunikációs teret tett lehetővé, ami által lényegében elég kezdetben ugye sokan exhibicionizmusnak, vagy exhibicionista attitűdnek tudták be azt, hogyha valaki blogol, igazából nem lehetett látni, mi a különösebb értelme annál, hogy a naplónkat kitesszük online, és az bárki olvashatja. Később ez a fajta hozzáállás egy picit árnyalódott, az emberek kezdték felismerni azt, hogy a blog az nem csak én közlésre alkalmas, hanem arra is, hogy szakmailag, szakmai cikkeket, szakmai írásokat tegyünk közé a neten, aminek segítségével lényegében egy a klasszikus szakmai publikációkhoz képest egy sokkal pörgősebb médiumon keresztül tudunk elérni felhasználókat sokkal gyorsabban és sokkal tömörebb formában. Lényegében azt lehet mondani, hogy a blog ma már tömören, ha tömören akarunk fogalmazni, akkor ez a kutatónak a homokozó tere, ahol bizonyos új ötleteket felsorakoztat és ütköztet azokkal a felhasználókkal, akik szintén azon a, tehát akik olvassák az ő írásait. Mivel ugye folyamatosan gyorsul a tempó, a kommunikációs tempó, lassan eljutottunk oda várt módon lényegében, hogy a blog is egy kicsit, hogy is mondjam, nem elég gyors. Tehát nem elég, hogyha sokkal hamarabb akarok visszajelzéseket kapni a szakmai közösségtől, akkor egy olyan médiumra van szükségem, ahol csak egy gondolatot bedobok egy közösségnek, és azok nagyon gyorsan reagálnak. Ennek a haszna ott lehet, hogy lényegében sokkal hamarabb ütköztetem az ötleteimet a felhasználói réteggel, mint ahogy eddig tettem. Na most semmi gond, ez egy-kettőre visszajövünk, igen, ez a kicsit zavaró lesz így. Barabási Albert László neve ismert, ő írta az első igazán átütő sikerű könyvet, a Behálózat címűt, és rögtön utána, nem sokkal rá, Csermely Péter megírta a Rejtett Hálózatok Ereje című könyvet, melyben lényegében a hálózatok dinamikáját forgatták át a valós életbeli szituációknak a leírására. Tehát ma jutott el oda a világ, és igazából a webnek a megjelenése tette lehetővé azt, hogy a hálózatot, mint olyat, gyakorlati értelemben tudjuk elemezni, és olyan következtetéseket, meg olyan tulajdonságokat vonjunk le belőle, ami a más hálózatokra is átvihető, és gyakorlati jelentőséggel bír. Hogyha megértjük a hálózatoknak a természetét, akkor lényegében hamar rá fogunk jönni arra, hogy az a fajta nézőpont, ami így a köztudatban forog, hogy a tömeg az buta, és a tömeg az könnyen manipulálható, és a tömeg az ilyen meg olyan,
negatív jelzőkkel ellátható, az könnyen átforgatható, és ha gondosan megválasztjuk a tömegnek egy részhalmazat, akkor rájövünk arra, hogy az sokszor okosabb, a tömeg intelligencia sokkal jobb döntéseket, jobb beszéléseket fog hozni, mint amit a legjobb felkent szakértő hozna. Erről szól a tömegek bölcsessége című könyv, ajánlom mindenkinek figyelmébe, most nem fogunk a részletébe belemenni. Igazából a Sztorovijeszki azt taglalja, hogy konkrét kísérleti helyzetekben vizsgálja azt, hogy bizonyos döntési helyzetekben egy professzionális szakértő, hogy milyen döntést hozna, és mondjuk egy átlag tömeg mit gondolna erről, és azt találja, hogy nagyon sok esetben a tömeg az sokkal pozitív, tehát sokkal jobban megközelíti a valóságot a tömeg döntése, mint amit a szakértő mond, a sokszínűségből adódóan. Hálózatoknak van négy fontos tulajdonsága. Most ugye nem szeretnék erre nagyon részletesen kitérni, mert nem az előadás témája. Mindenesetre az egymásba ágyazottság az arról szól, hogy minden hálózat lényegében minden hálózatnak a csomópontja újabb hálózattal ragadható meg. Tehát olyan világban élünk, melyben egymásba ágyazott hálózatok megértésével egy új paradigma körvonalazódhat számunkra. A kisvilágiság, Karinthy Frigyes híres elbeszélése óta mindenki számára világos, hogy ugye a híres példa, hogy gyakorlatilag 6 kéznyújtásnél, vagy 6 kézfogásnél vagyok a nepáli hordozó fiútól, ami annyit tesz, hogy mondjuk, hogyha szerencsés helyzetben vagyok és ismerem az egyetemi tanszékvezetőjét, ő valószínűleg ismerni fogja az államelnököt, aki már véletlenül találkozott életében egy tibeti méltósággal, ahonnan megint 2-3 lépésből el lehet jutni a hordófiúig. Ez azt jelenteni, hogy lényegében egy annak ellenére, hogy nagyon nagynak tűnik ez a világ, valójában hogyha a hálózattal ragadjuk meg, akkor a különböző csomópontok között az igenis nagyon-nagyon kevés él található. Az emberi kapcsolatok tipikusan ilyenek. Skálafüggetlenség az egy olyan tulajdonság, mely arról szól, hogy az élő szervezeteknek a sajátossága, hogy egy hálózaton belül van néhány pont, mely kiemelt szerepet tölt be, sokkal több élel kapcsolódik a többi ponthoz, és az összes többi, tehát az összes többi pont az kevés élel kapcsolódik a többi ponthoz. Ez azért fontos, mert igazából ezt nem fogom most taglalni, menjünk a következő pont. A gyenge kapcsolatok ez a lényeges, mert a Twitter szempontjából ez az a tulajdonság, amit érdemes végig gondolnunk. Ugye kétféle stratégia szerint élhetjük az életünket. Mindenképpen az biztos, hogy lesz egy olyan része a kapcsolatainknak, melyeket szoros módon kapcsolódunk, tehát a baráti és a rokoni réteg, és ugye sokkal nagyobb réteg az ismerősök halmaza, akikkel gyenge kapcsolatot ápolunk. Na most a gyenge kapcsolatok azok a szakmai érvényesülés terén sokkal fontosabb szerepet játszanak, számos kutatás igazolja ezt, mint az erős kapcsolatok. Például a Hokáért ott van a Granovetter kísérlet, mely arról szólt, az Egyesült Államokban végezték el, hogy azt vizsgálták, hogy az átlag ember az milyen kapcsolatot használ fel arra, hogy szakmát, hogy munkát szerezzen magának. Azt feltételezték, hogy valószínűleg a barátok, a rokonok azok nagyon fontos szerepet játszanak, és segítségük által szerezik a legtöbb ember azt a pozíciót, ahol el fog helyezkedni. És azt találták, hogy ez nem így van, általában az ismerősök, a gyenge ismerősök, vagy az ismerősöknek az ismerősei, azok a személyek, akik segítik az álláskeresésben az embereket. Vagyis minél szélesebb laza kapcsolati hálóval rendelkezem, annál nagyobb esélyem van arra, hogy meg fogom találni azokat az embereket, azokat a személyeket, akikkel szakmai értelemben kapcsolatot kívánok kiépíteni. Néhány szolgáltatás, amit a Google Groups ugye, levelezőlistáknak a révén laza kapcsolatok kiépítése elég könnyen megvalósulhat, vagy a Digo szolgáltatása, vagy a Delicious ilyen
és ugye végül a Twitter. Tehát kétféle stratégia van, amivel élhetünk. Vagy egy ilyen defenzívebb, introvertáltabb szemszögből vizsgáljuk a világot, és akkor nagyon nagy energiát fektetünk abban, hogy a szeretteink, barátaink és a közvetlen közelünkbe levőkkel való kapcsolatot ápoljuk. Vagy pedig azt mondjuk emellett az energiánk egy másik nagyon fontos része arról szól, hogy a laza kapcsolatainkat ápoljuk. Tehát, hogyha valaki engem megszólít idegenként, akkor nem fogok elfordulni tőle azért, mert idegen, hanem inkább keresni fogom vele a kapcsolatot. És azáltal biztosítom azt, hogy egyre szélesebb és szélesebb ismerős rétegre fogok szert tenni, ami segítséget jelenthet. A Bateson és munkatársai 2004-ben végeztek a kutatást, és arra ők nevezték el ezt a kicsiknek és nagyoknak, ezt a kétféle stratégiát, amiről beszéltem. A kötődőket hívták kicsiknek, és a kapcsolathalmozókat hívták nagyoknak. És arra jutottak, hogy alapvetően onnan számasztották ezt, hogy megnézték azt, hogy a sikeresebb emberek azok milyen viselkedés mintákat produkálnak, és a kevésbé sikeresek azok milyeneket, és azt találták, hogy szinte minden esetben a sikeresség hátterében a nagyon széles ismeretségi kör áll, és az a fajta szociális intelligencia, ami lehetővé teszi azt, hogy az ember nagyon könnyedén és gyorsan bővítse az ismerethálóját. A kötődő emberek, azoknak a kapcsolati hálója többnyire a családra és néhány jó barátra korlátozódik. A kapcsolathalmozóknak ezzel szemben széles körből vannak barátai. Alapvetően sokkal merészebb hozzáállással bírnak a kapcsolathalmozók, inkább vállalnak kockázatokat, inkább mennek bele olyan helyzetekbe, aminek nem biztos a kimenetele. Ezzel szemben a másik tábor az lényegében kockázatkerülő. Most ugye ezt nem kell tovább részleteznem, hogy a mai világ, a mai körülmények között, a mai tempóban lényegében azok a stratégiák, amiket még talán az én édesapám is képvisel, hogy egy munkahely vagy két munkahelyen letöltöm az életemet, az ma már nem játszik. Tehát ma egy ember átlagosan egy tucatnyi munkahelyet legalább végigjár, amíg megállapodik valahol, és akkor sem fog megállapodni, hanem egész élete végéig változtatja azt, amit csinál. Vagy legalábbis a kontextusát annak, amit csinál. Következésképpen teljesen egyértelmű, hogy ebben a világban igen nagy hangsúlya van a gyengén kapcsoltságnak, a gyenge kapcsolatoknak. Egy rövid idézet, a Csernai Péter könyvében találjuk ezt, hogy hosszú távú kapcsolatokat sokkal inkább stabilizálja a gyengétség a szerelem lángolásánál. A törődés sokkal inkább ki tudja fejezni a gyakori SMS üzenet, azaz a többszöri gyenge kapcsolat, semmint néhány ritka, de hosszú telefonbeszélgetés, ritkán létrejövő erős kölcsönhatás. Na most, hogyha ezt átforgatjuk egy picit az eredeti témánkhoz, ugye blogbejegyzések lennének azok a hosszabb és erősebb kölcsönhatások, mondjuk ezzel szemben a Twitter által nyújtott rövid szösszenetek azok ugye sokkal kisebb energiát jelentenek, és sokkal röviden módon és gyakrabban szólítják meg azt a felhasználói közösséget, akiket magunkhoz köttünk általa. Még egy fontos pont, és akkor utána kicsit részlet, konkrétabban is megnézzük a Twitternek a működését. Kétféle kommunikációs stratégia létezik. Ugye van a klasszikus push stratégia, amikor az információt, vagy azt a közlendőt, amit másik személy fele akarok közvetíteni, azt konkrétan megcímezem, és konkrétan akár felhívom az illetőt, vagy e-mailt küldök neki, vagy csetelek vele, vagy hogy egy újabb technológiát sorakoztassak fel, a Google Wave-et indítok irányába. Ezzel szemben van egy másik kommunikációs stratégia, amikor nem egy bizonyos személyt szólítok meg, hanem
hanem bedobom egy bizonyos kontextusba azt, amit mondani akarok, és tudom, hogy van ott egy közösség mögötte, akikből, akit érdekel az, amit mondok, reagálni fog rá. Ilyen a fórum, vagy ilyen a blog, ilyen az IRC chat csatornák, vagy ilyen a Twitter is. Nyilván bizonyos, mind a két kommunikációs stratégiának van létjogos útsága. A kérdés az, hogy milyen esetben fordulunk melyikhez. Tehát előfordulhat, nagyon klasszikus példa, ugye mondjuk, hogy ha valamilyen tárgyi tudással van szükségem egy munkahelyi kontextusban, akkor a legegyszerűbb dolog az, hogy Google-hoz fordulok és beírom azokat a kurszavakat, amik alapján cikkeket találok. Na most, hogy a kicsit ilyen testre szabottabb, tehát személyekkel kapcsolatos információkra vágyok, nem pedig tárgyi információra, akkor a Google nem sokat segít, mert ugye ez nagyon függ attól, hogy az illető személy, az illető területről mit találok fenn, tehát mi az, amit visszaosztott magáról a weben. Ebben az esetben sokkal inkább, tehát interpersonális információk esetében sokkal inkább személyekre fogok támaszkodni, és nem pedig a Google-re. Hogyha személyekre akarok támaszkodni, akkor két lehetőségem van, vagy végig gondolom azt, hogy vajon ki az a személy, akiről meg szeretnék valamit tudni, kivel áll kapcsolatban, aki esetleg közös ismerősünk lehet, vagy fogok tudni, és hogyha azt találok ilyen szemét, akkor írok neki egy ilyen, akár egy e-mailt, vagy felhívom, stb. Tehát push kommunikációs eszközzel élek. Ennél egy kicsit kulturáltabb megoldás lehet ebben az esetben az, hogyha egyszerűen bedobom a kérdésemet egy olyan kontextusba, ahol sokan elérik, és aki tud rá reagálni, az reagál. És ezáltal az a jó ebben, hogy felszínre jöhetnek azok a rejtett információk is, amiről nem tudok. Tehát halvány lila gőzöm nincs arról, hogy az én ismertségi körömből hányan ismerik, vagy ki ismeri azt, akit el akarok érni. Ezáltal pedig ezek is felszínre jöhetnek. Nézzünk, nem tudom, csak egy gyors kérdés. Van-e itt, hányan blogolnak, akik mondjuk itt a... 1, 2, 3, igen, azt tudjuk, nem, igen. Jó, és Twitterrel ismerkedés... Igen, na jó, az egész jó. Aha. Jó, akkor a többiek kedvéért azért egy nagyon gyors bejátszás azért, hogy kb. Legyenek kis, azok, akik nem használták még, legyenek is kicsit bővebb információról, hogy mi is a Twitter. Azt a folyamatot meséli el itt a Várai Gábriel, hogy hogyan kell regisztrálni a Twitteren. Beírjuk a böngészőbe a twitter.com-ot. És utána gyakorlatilag kitöltünk egy űrlapot, megadjuk a felhasználói nevünket. Ez lesz a Twitter nevünk, itt láthatjuk a felhasználói nevet. Megadunk egy jelszót, utána megadunk egy e-mail címet. Bemásoljuk ezt a szöveget, amit itt látunk. Roppant egyszerű a folyamat. És rákattintunk a Create My Account pont nyomógombra. Ezt követően van lehetőségünk arra, hogy különböző rendszerekből, például Google-ből megkeresse a barátainkat, vagy azokat a személyeket, akiket ismerünk automatikusan. Utána még néhány időzést a beállítások oldalon elvégzünk, és megvan az a felület, innentől kezdve, ahol használhatjuk már onnantól ez a Twittert. A Twitterről azt kell tudni, hogy az egy olyan szolgáltatás, melyen összesen 245 karakter, mennyi? 140 karakteres üzenetek, maximum 140 karakteres üzeneteket lehet hagyni. És lényegében olyan kis státusz üzeneteket hagyok ki azoknak a személyeknek, akik úgynevezett követőim. Úgy lesz valaki követőm, hogy rákattint az én felhasználói nevemre, és bekattintja azt, hogy követem innentől kezdve. Követni valakit azt jelenti, hogy van lehetőségem arra, hogy megnézem azt a hagyott státusz üzeneteit. Ha én követek valakit, akkor én látom neki a státusz üzeneteit. Lényegében össze fog állni két halmaz, az én követőim listája és az engem követők listája, ami nyilván átfedést fog mutatni a barátok halmazában, de egyébként pedig lesz olyan része is a követőimnek, akiket én nem követek, és fordítva is. Ez azért érdekes, mert ugye egyébként úgy működik a dolog, mint egy chat. Tehát beírok egy üzenetet, de nem egy célzott embernek, hanem több célzott embernek, egy halmaz embernek írom be, és valaki reagál rá. Na most, ott onnantól kezdődik az érdekessége a dolognak, hogy ugye kialakul egy beszélgetés valakivel valamilyen témáról,
és azt látják olyan felhasználók is, egyrészt az ő követői is látják, hogy mi miről beszélgetünk, és az én követőim is látják, hogy miről beszélgetünk, és hogyha érdekesnek találják a témát, amiről szó esik, akkor meg tudjuk nézni egymásnak a profiljait. De mondjuk érdekesnek tartják a felvetését a beszélgető társamnak, és lényegében akkor azt mondják, hogy hups, megnézem a többi státuszüzenetet, ez a személy ez engem érdekel, és akkor onnantól kezdve követni fogja. És azzal, hogy követni fogja, onnan gyakorlatilag mint néhány hét leforgása alatt eléggé úgy ismeri meg az illető személyt valamilyen szinten, hogy soha nem találkoztak személyesen. Ezáltal pedig egy olyan gyenge kapcsolatra tesz szert, aminek nagyon sok előnyét learathatja a továbbiakban. Kicsit térjünk vissza még arra a kérdésre, ugye most láttuk gyakorlatilag, hogy hogy néz ki a Twitter. Most néhány kis felületet szeretnék még ezen kívül mutatni, meg néhány statisztikai adatot. Megkértem a Twitter követőimet, hogy adjanak egy rövid, verős definíciót arra, hogy mit gondolnak a Twitterről. Az az a hely, ahol fél mondattal néhány perc erejéig, akármikor, akárhányszor híres lehetsz, mondta valaki. Vagy egy mondat helyett egy szó SMS, vagy konnektivista perpetuum mobile, vagy amit pillanatnyilag fontosnak találok, és a világba szeretném kiáltani, erre jó a Twitter. Azonnal könnyedén elmondhatod mindenkinek a gondolatodat, még mielőtt az elillanna. Tegnap este még dolgoztam ezen a prezentáción, és akkor így folyamatosan küldtem ki státusz üzeneteket a nagyvilágba, arról, hogy hol tartok, és adjanak visszajelzést, hogy mit gondolnak erről. Hát, hogy körülbelül 12 óra tájékán már nagyjából leszakadt a követők nagyon nagy része, és már nem nagyon reagáltak rá, de addig azért jött néhány visszajelzés. Sajnos ezt a kérdést már 12 után küldtem ki, ezt a miért használod a Twitter, tudtok mondani néhány éppizláb érvet, és mire összeállítottam a prezentációt, arra már nem, tehát nem jött annyi visszajelzés, hogy erre tudtam volna építeni, de ezért van a szándék, hogy ezt tovább bővítsem ez alapján. Amit most látunk, egyúttal akkor azt is elmondanám, igazából a Twitter oldal, amit az előbb mutattam, ugye az egy lehetőség arra, hogy ott csevegjen az ember a weboldalba beágyazva azon a felületen, de igazából a Twitter készítőnek a nem titkolt szándék az volt, hogy ez egy nyílt platform legyen, ahová különböző kliensekkel, úgynevezett különböző szoftverekkel lehessen csatlakozni a Twitter szolgáltatáshoz. Így akár Macintos alatt, akár Linux alatt, vagy Windows alatt rengeteg kliens van, amit igazából csak be kell állítani, az egy kis mini alkalmazás, meg kell adni a bejelentkezési adatokat, és onnantól kezdve egy ilyen, tehát a szoftver által nyújtott felületen keresztül lehet twittelni. Itt például az látszik, hogy ebben a buborékban itt láthatunk egy kék kis pöttyöt, hogy vannak olyan státuszjelentések, amiket még nem láttam. Olyankor jelenik meg a kék pötty, amikor nem láttam. Az alatta levő kis ikon, ez azt jelzi, hogy milyen olyan státuszüzenetek vannak, amiben az én becenemben benne van a kulcsi. Hogyha ott van pötty, akkor azt jelenti, hogy valaki szólt hozzám, és nézzem meg, érdemes majd nézni, legyűjt lényegében az a kis mező legyűjti azokat a hozzászólásokat, amik nekem célzottan jöttek. Van a boríték nézet itt ebben a kliensben még, ami direkt kommunikációt tesz lehetővé, lényegében valaki szólhat hozzám úgy is, hogy mások nem látják. Bizonyos esetekben ez jó lehet, és van a kereső, ahol rákereshetek bizonyos kurszavak alapján arra, hogy milyen társalgás folyik épp a Twitteren. Tehát például, hogyha elmegyek egy valamilyen eseményre, konferenciára, vagy bárhová is, kellően nagy számú felhasználó, hát személy van ott, akik esetleg potenciálisan Twitter írók is, akkor egyszerűen rákeresek arra a kurszóra, ami a konferenciával kapcsolatos, és akkor rögtön meg is fogom találni azokat a személyeket, akiket már ott egyébként láttam, de esetleg nem beszéltem velük személyesen, mert nem volt rá alkalmam. És onnantól kezdve, hogy elkezdünk mondjuk a virtuális térben kommunikálni, következőkor akkor már egészen másként fogunk egymásra tekinteni, hogy többet tudunk egymásról. Andival egyébként ez az eset van. Még nem, személyesen nem is tudom, szerintem nem találkoztunk, de a webben már elég sokat kommunikáltunk, tehát azt gondolom, hogy ez a kellemes meglepetés, hogy itt összefutottunk.
Itt láthatunk egy együttést arról, kiket követek. Hát itt csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy kb. Milyen halmazból állhat össze az a felhasználó lista, akikkel az ember foglalkozik. Ő a kollégám volt. Lényegében, amikor elkezdtem twitterni, ő az első között volt, akit bejelöltem, egy Macintosh rajongó. Nagyon sokat számított az, ahogy ő erről a témáról írt, abban, hogy később megvásároltam ezt a terméket. Utalok egy picit arra, amit a Dolanski mondott, hogy milyen módon tud a marketing hatni a felhasználóra. Tehát itt konkrétan ebben az esetben az van, hogy engem azért talált meg ez a termékcsalád, mert éltem ezekkel az eszközökkel, és hallottam azokat a véleményeket, amik nem reklámszagok, hanem egyszerűen tényszerű megállapítások voltak az általam kedvelt személyektől. Még csak, hogy egy picit lássuk, hogy milyen fajta kapcsolatok jöttek létre. Itt van például Enik Szabolcs. Őt úgy ismertem meg, hogy nem emlékszem pontosan, hogy ő is blogol, én is blogolok, már nem tudom, hogy én akadtam az ő blogjára, vagy ő az enyémre először. Minden esetre mind a kettőnknek a blogján ki van téve a Twitter elérhetőségünk. És tetszett a téma, amiről írt, egy fejlesztő srácról van szó. És lényegében bejelöltem a Twitteren, és onnantól kezdve olyan szintre jutott a dolog, hogy ezelőtt két hónappal, amikor volt egy kis időm, kimentem az Infoparkba, ugye ez a Magyarország Szilícium völgye, és a Graphisoft Parkban is ott kiküldtem egy twittet, lényegében is, hogy itt vagyok a Graphisoft Parkban, hogy valaki akar-e találkozni velem. Azonnal jelentkezett a Szabi, le is jött, találkoztunk, utána jött a Tolmi, ő azt mondja, hogy ő is itt van a listában, a Tolmi, ő is lejött, ott ültem a fa árnyékában, és lényegében ezt helyként megadva neki, azonnal oda talált, és akkor tudtunk egy jót beszélgetni. Ezek azért érdekes dolgok, mert mondjuk mind a kettőjüket virtuális térben ismertem meg. És nagyon hasznos kapcsolatnak tartom azt, ami kialakult köztünk. De azt kell mondjam, egyébként itt akiket követek, ezek közül nagyon sok olyan arc van, akit nem ismertem egyébként személyesen, és egyszerűen vagy Twitter, vagy blog, vagy egyéb ilyen módon kerültem kapcsolatba velük. Még egy másik fajta példát is mondjak. Itt van a Dries, ő a Drupal nevű frameworknek, tehát egy technológiai frameworknek a főfejlesztője. Neki nyilván több ezer követője van. Őt azért érdemes, ő nem követ engem sajnos, de én követem őt azért, mert olyan információkat mond a Drupalról első kézből, amik sokkal gyorsabban találnak így meg, mint hogyha bármilyen más fórumot követnék. Vagyis, hogyha bármilyen stratégiai döntést hoz ezzel a termékkel kapcsolatosan, akkor mit tudom én, hetekkel előtte értesülök így, hogyha Twitteren követem, mint hogyha a klasszikus médiumokat használnám. És nyilván erre sok példa, más példa is van. És itt van főszervezőnk, és egyébként azt gondolom, most egy-két hete kezdted el használni a Twittert, azt hiszem, hogy majd remélem beszámolsz arra, mi a véleményed. De egyébként még egy dolog ezzel kapcsolatosan, akkor kezd kijönni a Twitternek az erőnye, hogyha van kellően sok követője az embernek, és ő is követ kellően sok embert. Nyilván, ha két embert követek, akkor az nem lesz izgalmas, tehát ott nem lesz pörgés. És szintén, hogyha ketten követnek engem, akkor nem lesz. De nyilván a kezdeti stádium az ez, tehát valahol el kell indulni. Azt akarom ezzel csak mondani, hogy azért kell egy néhány hónapnyi odafigyelés ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan társalgás, ami már érdekes lehet. Láthatjuk most azt a halmazt, akik engem követnek, itt vannak olyan arcok, akiket már láttunk az előzőből, de van más arc is, akik, tehát ebből is látszik, hogy két olyan egymást metsző halmazról beszélgettünk, de nem ez egy átfedés van. Azért érdemes ezt kihangsúlyozni, mert egyébként, hogyha a klasszikus ilyen, például az IVIV az tipikusan olyan, ahol ez szimmetrikus ez a kapcsolat. Tehát nekem nincsenek az IVIV-en olyan kapcsolataim, akik nem igazoltak volna vissza. Ez óriási nagy különbség az IVIV és a Twitter között, sok más különbség van nyilván, de hogy ez a fajta kapcsolati aszimetria. És ez azért fontos, mert az a fajta ismerkedési lehetőség, amit az előbb mondtam, így jöhet létre igazán, hogy elkezdünk csevegni valamiről, és az ő követője bekapcsolódik a mi csevegésünkbe, akivel egyébként nem volt nekem kapcsolatom, mert nem volt honnan legyen kapcsolatom, és az ismerőse effektus realizálódik így a webben, virtuális térben. Mindazt, ugye is erről már volt szó, hogy ez miért fontos. Sokféle vizualizációs technika van, hogyan lehet a kapcsolatokat így megjeleníteni
ez egyik ezekből. Látható az, hogy kikkel vagyok kapcsolatban. Tegnap este készült ez a pillanatfelvétel. Éppen azt látszik, hogy ki miről beszélget. Tehát kicsit ilyen elbeszélünk egymás mellett, nem mindenkivel van. Tehát kicsit úgy kell elképzelni, mintha lenne hatalmas nagy koktélparti. Van ketten-hárman állnak itt-ott, ők beszélgetnek valamiről, de egyébként nagyon zsibongás. És mondjuk így, hogy felkapom a fejemmel, mondjuk meghallom a nevem, vagy felkapom a fejemmel, meghallok egy olyan témát, ami engem érdekel. De tipikusan ez a fajta ilyen kicsit ilyen implicit mechanizmusok lépnek be, hogy nem is olvasom végig lényegében az összes státuszjelentést, vagy nem tudom minek a státuszt, amit a többiek írnak, mert az rengeteg időt venne igénybe, hanem inkább csak így átfutom. Tehát így legörgetek. És így végig szkennelem is látok, ops, ez érdekes, az érdekes. És nyilván, hogyha benne van a nevem, akkor azt értelemszerűen megnézem, de amúgy a téma az mindig szűri azt, hogy mit nézek és mit nem. Egy másik vizualizáció ugyanerre a mintára. Azért érdekes, mert láthatjuk például azt, hogy mi kapcsolatban állunk, a Doránszki kapcsolatban áll, a Sándorra is kapcsolatban áll velem, és én is kapcsolatban állok, hát igen, nem. Nem tudom, mert talán igen, ott például egy aszimmetrikus kapcsolat, amely én követem a Doránszki, de a Doránszki nem követ engem. Tehát, de tisztán látszik az a szép ebben, hogy két szemét kiragadok a hálózatból, akkor láthatom a közös ismerőseinket, és szépen vizualizálja azt, hogy mi a kapcsolódási minta. Ez nem látszik. Jó, ezt az elmesélem, mert ez érdekes ábra. A Twitter életciklusa, a Twitterrel való ismerkedésnek a életciklusát látjuk. Ez az a pont, amikor felmerül a kérdés, hogy mi a Twitter. Eléggé alacsony motivációs szintű pont, tehát hogy különösebben nem érdekel. Ettől a ponttól az emberek általában zuhannak egyet, és azt mondják, hogy aha, a Twitter az egy baromság, ismét egy exhibicionista, idióta platform, ahol a magamutogató emberek tudnak valami hülyeséget elmondani, ami abszolút nem érdekel engem. Jó, vagy túllendülünk, vagy nem, de ha túllendülünk, annak az lehet esetleg az oka, hogy kaptam egy meghívót, hát igen, exhibicionista platform, de azért valaki megtisztelt a figyelmével, egy kicsit a motiváció emelkedik. Ettől innentől kezdve, mivel egy követőm lesz az, aki küldte a meghívót, nekem engem nem nagyon követnek, ha nem nagyon fordítok rá figyelmet, akkor megint leesik a motiváció, mert miért lenne érdekes a Twitter, ugye, két követővel. Utána esetleg azért kezd megint érdekelni a történet, mert azt felmerül a kérdés, hogy miért beszél mindenki erről a témáról. És akkor kezdjük el követni embereket, lássuk, miről is beszélgetek, rájövök, hát ott van benne némi fantázia. Ott kezd megugrani az érdeklődésem, amikor azt felismerem azt, hogy nagyon gyorsan megtalálnak az információk. Olyan információk, amik máskor nem szoktak megtalálni. Mások előtt értesülök olyan tempóban dolgokról, ami eddig nem volt jellemző. Ekkor nagyon-nagyon be vagyok már elkesedve, itt már azt mondom, hogy minden idők legjobb alkalmazása, itt már lényegében az időm nagyon nagy része azzal telik, hogy írom azt a státuszt, éppen, mit tudom én, sajtot vágok, szendvicset kentem. Van egy ilyen fázis, amikor az ember nagyon belelkesedik. És akkor hirtelen a követők így lemozsolódnak, mert nem mindenkit érdekelnek ezek a részletek. De ha sikerül mégis időben kihozanodni, akkor eljutunk egy olyan csúcs mozzanathoz, amikor azt mondjuk, hogy inkább Twitter, mint Facebook. Mert hogy az összes sallang, és az, amit a Doránszki is mondott az előbb, hogy ez egy sokkal egyszerűbb, letisztultabb dolog, mint a Facebook. Tehát a Facebookban van mindenféle alkalmazás, től van zsufolva, nem tudod, hogy mire való, nagyon sokat kell ezen töprengedni, tehát nem annyira egyszerű az egésznek a használata. A Twitternél, akárcsak a Googlenél, nagyon egyszerű a user interface, a felhasználói felületen, van egyetlen egy beviteli mezőm, ahová írok valamit. Összes többivel vagy élek, vagy nem. Tehát lényegében erre fókuszál, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy Twitter ma, jelen pillanatban arra mutat, hogy olyan szintű jelentőséggel bír, kapcsolati hálóépítés terén, mint amilyen jelentőséggel bír a Google információ megjelenítés terén, információ keresés terén. Persze messze nincsen még annyira kiaknázva az a terület, de a jelek azt mutatják, hogy itt igen jó kis felfutás várható. Akkor hirtelen a lelkesedés zuhan ezután, mert felismerem azt, hogy nem tudom tartani már határidőimet, egy kicsit már a feleségem is nehezte, és már esnek szét a baráti kapcsolataim, mert túlságosan figyelek a gyenge kapcsolatokra, ugye? És különben is nem használom arra, amire kellene a Twittert. Most innentől kezdve vagy felismerem azt, hogy van
valami értelme az egésznek, vagy nem, lehet, hogy bezuhanok teljesen, és akkor ott hagyom. Mindenesetre, ha felismerem, akkor ugye nagyon tömbben megfogalmazódik bennem, hogy talán használható a Twitter arra is valami, hogy értelmes kapcsolatokat építsek magamnak. Talán megismerkedhetek néhány emberre, aki érdekes számomra. Néhány statisztika. Tegnapi esti állapot arról, hogy hogyan twitteltem az elmúlt évben. Igen, tehát látszik, ugye itt kaptam a meghívót. Twitteltem néhányat, sokáig semmi érdeklődés. Akkor itt néhány személy, akit elkezdtem követni, ez némileg feldobta a lelkesedést, akkor megint visszaesett, mert megint nem láttam az értelmét. Akkor itt valamiért hektikusan posztoltam 20-at, akkor megint szünet egészen márciusig, tehát 4 hónap kiesés, és akkor onnantól kezdve elég rendszeresen látható itt, hogy mit tudom én, ez itt hónapi, havi volt, ez nem napi jelentésen, nem tudom, heti vontás talán, valami ilyesmi. Tehát átlagosan 3,4 bejegyzés születik naponta. Tehát igazából ugye az életvitelbe ezt is bele kell, hogyha az ember foglalkozik a gyenge kapcsolatainak az ilyen szerű építésével, a jelenlegi építésével, akkor idő után beáll az a ritmus, amíg reggel ránézek a twitterekre, ránézek egyet ebédszünetbe, és ránézek mondjuk este egyet. És akkor ez úgy oké. Hogyha valami különösebb esemény van, például prezentációt kell készíteni másnapra, akkor lehet, hogy bedobok néhány kérdést, amire várom a válaszokat, és akkor segítenek esetleg az emberek. De egyébként úgy nagy átlagban nem feltétlenül üdvös rajta rúgni nyilván egész nap. Egy másik kimutatás, akivel mennyi dialógust, vagy mennyi párbeszéd alakult ki. Itt is megfigyelhető egyfajta aszimmetriát, ugye van egy kiemelt felhasználó, az MX Szabi, vele beszélgettünk a legtöbbet, és akkor utána így fokozatosan csökkenő sorrendben a többi felhasználó, az első 10 van megjelenítve csak itt még. Jelen pillanatban melyek a leghasználtabb Twitter alkalmazások? Az látszik, hogy a felhasználók nagyon nagy része a webes felületen twittel. Ez azt jelzi számomra legalábbis, hogy még mindig a Twitter felhasználók nagyon nagy része nem él a Twitter adta lehetőségeket. Tehát a webes kliensen igazából nem lehet kihasználni azokat a lehetőségeket, amiket rejt a Twitter. Itt láthatjuk a Twittit, amit én is használok, még van néhány népszerű kliens. Érdemes kipróbálni ezt. A Windows platformon a TweetDeck az egy érdekes, azt én előszeretettel használtam, amíg Windows alatt voltam. Mire lehet még használni a Twittert, és miért izgalmas? Azért, mert ugyanúgy, ahogy a Google-ben beírok egy kurszót, és elemzem azt, hogy mi az az információ halmaz, ami most jelen pillanatban legtöbb találatot adja, mi van a világban. Ugyanúgy azt is tudom elemezni, hogy mi az, ami ebben a hatalmas nagy koktélpartin, ami a világ koktélpartija, mi az, amiről leginkább beszélgetnek az emberek. Most világviszonylatban paranormális jelenségekről beszélgetnek a leginkább, Michael Jackson foglalkoztatja a leginkább az embereket, a Google Wave-et látjuk ott fent, stb. Igen, az egynapos kimutatás volt, ez meg a minden idők leggyakoribb csevegő témáit láthatjuk a Twitteren. Érdekes kiemelni, hogy ugye az iPhone nagyon nagy hangsúlyt kap, pedig maga az iPhone, mint termék az okostelefonok között, ugye azért elterjedését tekintve nem olyan hatalmasan nagy, de ez azt jelezheti mondjuk egy marketing szakértőnek, hogy aki iPhone-t használ, az valószínűleg Twitter is, vagy legalábbis sokkal nagyobb a korreláció. Tehát, na szóval igazából le lehet vonni itt az érdekes következtetéseket ilyen kimutatások által. Igen, a prezentációt a prezi.com-on készítettem, ez egy új magyar fejlesztés. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálják ki, szerintem nagyon sok érdekességet. Szóval egészen más technika, mint amit eddig az ember megszokott. Csermely Péter mindenképp egy, bár nem tudom, hogy Csermely Péter országban nem twittel, de
de a hálózatelméletben alkotott szerepe az mindenki, vagy alkotott munkásság az mindenképpen nagyon fontos szerepet tölt be. Én azt gondolom, hogy azt, hogy a Twittert ma használom, az nagyjából neki is köszönhető, mert által ismertem fel azt, hogy gyenge kapcsolatoknak milyen hatalmas haszna van. Aki fel szeretné venni velem a kapcsolatot, az írja be a Google-ba, hogy Kulcsár Zsolt, és akkor az első találatnál mindent meg fog találni. Akkor ennyi, igazából köszönöm szépen. Nem tudom, időben hogy állunk, hogyha esetleg lenne kérdés, vagy jobban szeretem az interaktív előadásokat, hát nem sok interakciót provokáltam ki senkiből, de remélem, hogy a végén talán. Köszönjük szépen!